A Tatabánya másodedzője, edzője, Antal tragikus halála, valamint a világbajnokság utáni visszatérés is nehéz helyzet állította a kupa negyed döntő résztvevőit. A fehérmezes Tatabánya kezdte jobban a mérkőzés, de olyannyira fejfej -fej mellett haladtak a felek, hogy a két gólos előny már soknak számított. A csurgó a 14. percben vezetett először, de ez nem tartott sokáig. A világbajnokságot megjárt két játékos, a csurgói Szöllősi Szabolcs, valamint a tatabányai Harsányi Gerge is csak az első félidő hajrájához közeledve talált be először. A szünetre ugyan egy gólos előnyel mehetett a tatabánya, ám a második játékrészt Imre Vilmos együttese kezdte nagyobb lendülettel. Ekkor azonban Lele Ákos hátára vette a hazaiakat, sorozatban lőtte a góljait, így az Olá Gábor vezette csurgó nem tudott elhúzni. A vendégárda azonban a hajrára három gólos előny szerzett, ami a legnagyobb különbség volt a meccsen. A végén Debre Viktor csapata fogát összeszorítva küzdött, és sikerült a lehető legminimálisabbra csökkenteni a hátrányát. A csurgó a 32-31-es győzelmével lépéselőnybe került riválisával szemben, de a tatabánya elleni hazai mérlege miatt még nem nyugodhat meg a március 6-ai visszavágó előtt.